a VM4K csütörtök esték rendezvényének vendége Kis Imre Szerda Anna néptáncpedagógus, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnöke volt, akivel Bakos Réka néprajzkutató és Patyerek Réka magyar nyelv és irodalom szakos tanár néptáncos beszélgetett arról, hogy milyen állapotban és környezetben él, növekszik a néphagyomány és a népművészet ezer éves fája a Vajdaságban. Természetesen vannak hagyományőrző közösségeink is, akik a saját hagyományaikat megtartják és továbbadják a következő generációknak, úgy a szellemi, mint a tárgyi kultúrájukat, hagyományaikat. Egyébként pedig az egyesületek azok, akik fölvállalták ezt a szerepet itt a Vajdaságban. Én azt gondolom, hogy ő az egyik nagyon fontos példája és példadó személy annak, hogy miként kell és miként lehet a hagyományt őrizni, és miként kell gyökereket ereszteni úgy, hogy azt, amit kapunk, azt valamiképpen visszatápláljuk. Fontos az, hogy ezzel folyamatosan foglalkozzunk, és hogy a táncanyagokat tovább örökítsük, tovább adjuk az újabb és újabb generációknak. Kreatívak lesznek közben, mert nagyon-nagyon sokat játszunk, sokat tanulunk, és sok mindent megtanulnak a játszás, a játékok során. Pannáról azt is kell tudni, hogy ugye nagyon sokat van terepen, nagyon sok településen megfordulóktatóként, ezért ő ezt a magot folyamatosan szórja. Annak idején, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, nem is gondoltam, nem is voltam tudatába annak, hogy mi minden jót teszek majd a gyerekekkel. Most már tudom, és céltudatosan törekszem arra, hogy ez minél jobb legyen és tökéletesebb legyen, és minél szélesebb körű információt át tudjak nekik adni. Nem felejtették el azért az emberek, hogy ez a farsang időszaka, a mulatságok ideje is, van erre igény. Egyre több olyan embert ismerek, akik valóban a nagybőtben böjtölnek, jobban odafigyelnek arra, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak. Tehát nem csak az étellel való böjtölésre gondolok, hanem arra, hogy visszafogottabbak az életben, a mindennapokban is. Tehát vannak ilyen kis közösségek, akik ezt élik és éltetik. Azok se bújhatnak el a mai modern világtól. Viszont a mai modern embernek, aki nagyvilági életet él, meg kell találni azt a nyugalmat, vagy azt a gyökeret, amihez kötődik, mert én úgy gondolom, hogy csak úgy lehet teljes az élete. Ma este őszintén megerősített abban, amit eddig is gondoltam, és tudtam, hogy a nép táncnak, a népzenének és a hagyományoknak milyen fontos szerepük van az identitás megőrzésében, és hát ugye laikusként most sok új információt megtudtam a néptánc oktatásával kapcsolatban, a viseletekkel kapcsolatban, hogy délvidéken van eredeti viselet is, hogy varnak is viseleteket, és hogy óvodában, iskolában milyen módon, hogyan, milyen módszerrel oktatják a néptáncot, és hogy sok ilyen kis pozitív, ilyen kis kulisszatitkot, hogy a gyerekek egymásnak megtanítják az óvodában, és hogy igenis van rá igény, tehát nagyon sok fiatal tanulja a néptáncot, illetve foglalkozik népzenével, és hogy szerencsére van utánpótlás is az oktatók terén, és azt hiszem, hogy ez egy pozitív kép a jövőképben, a mai helyzetben.